I'm through with standing in line. The clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth, and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want. I want a brand new house on an episode of Cribs, and a bathroom I can play baseball in, and a king size tub big enough for 10 plus me. Yeah, so what you need? I'll need a credit card that's got no limit, and a big black gym with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet. Been done that. I want a new tour bus full of old guitars. My star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. A szaszos híres ringek köré érnek a nézők egy-egy kutyakiállításon, mindig, hogy úgy mondjam, különleges emberekkel találkoznak, talán nem véletlen ez a fajta választás. Most itt vagyunk Iváncsán, és hogyha a kamerába bejön a képbe a tenyésztőhölgy és a kutyája, rögtön megértik, most mire gondolok. Miért ezt a fajtát választottad? Azért ezt a fajtát választottam, mert ez az a fajta, amiben a leginkább megtalálom azokat a tulajdonságokat, amik nekem számítanak és amik fontosak. Általában olyat igyekszik az ember választani, ami a szívéhez, meg a mentalitásához, meg habitusához közeli. Mióta éltek így együtt? Hát most már azt mondhatom, hogy 4 éve. Az első kutyámat 4 évvel ezelőtt vásároltam. És olyannyira beleszerettem, hogy gyakorlatilag nem tudnék már más fajtát elképzelni. Persze minden fajtát szeretek, meg egyáltalán a kutyákat imádom, de ez szerelem volt első látásra, és ez meg is maradt. Tudatos választás volt, vagy véletlen? Nem, ez abszolút tudatos választás volt. Kerestem egy olyan kutyát, amelyik dinamikus, jól kezelhető, méreténél fogva én is, ugye, mivel pici vagyok, könnyen tudom kezelni. Rendkívül értelmes, bátorságot abszolút, tehát nagyon bátor. Nagyon szerettem őket, nagyon jó kutyák, és minden tekintetben lehet őket, most csúnya szót mondok, használni. Tehát sportos, lehet velük kirándulni, túrázni, magam nagyon szeretek túrázni, de hogyha éppen fáradt vagyok, és nincs kedvem menni sehova, akkor a tévé előtt én elücsörgök, ők ott fekszenek a lábamnál, tehát teljesen jól viselnek minden szituációt, és nagyon jól alkalmazkodnak. Hát tudatos volt a fajta választásod, de ugyanilyen tudatos volt a kennelválasztásod is? A kennelválasztás az úgy történt, hogy mivel abszolút tájékozatlan voltam ez ügyben, újságot felnyitottam, és körbe telefonáltam a tenyésztőket, és végül is annál a tenyésztőnél vásároltam, aki a leginkább nyitott volt afelé, hogy megismertesse velem a fajtát, és segítőkész volt. Fontos ez a te életedben is most? Nagyon fontos, igen, nagyon fontos. Én nagyon fontosnak tartom, főleg ennél a fajtánál, mert nagyon komolyak az előítéletek sajnos. És én mindenkinek lehetőséget adok arra, hogy eljöjjön, nem kell tőlem vásárolni feltétlenül, de egyáltalán ismerje meg ezt a fajtát, hogy ők ilyenek is tudnak lenni, és nagyon aranyosak, és embercentrikusak, de sajnos sokan még félnek ettől a fajtától. Neked mi az alapvető elvárásod egy tenyésztőtől, és mi az, amit te ugyanígy vársz magadtól is végül is? Kedvesnek kell lenni, az első kutyásokat beavatni mindenféle apró dologba, amit kérdeznek, nyitottnak kell lenni, meg kell mutatni a kutyákat a hétköznapokban, tehát kimenni velük sétálni, megmutatni, hogy milyenek mondjuk egy úsztatás folyamán, megmutatni azt is, hogy tudnak dolgozni is ezek a kutyák, hogy egy sokrétű képet mutassunk nekik igazából. Azt hiszem, ezt most így megpróbáljuk a műsorunkon keresztül is egy kicsit eltenni, és én külön örülök ennek a lehetőségnek, mert nekem az egyik kedvenc fajtám, és szinte a lakásban élőknek, akik szeretnének azért egy komolyabb kutyát, mindig ezt ajánlom. Te kinek ajánlod a Staffordshire Bull Terriert? Én a Staffordshire Bull Terriert azoknak ajánlom, akik tulajdonképpen majdnem mindenkinek. Azoknak, akik szeretnek túrázni, sportosak, szeretnek kirándulni, biciklizni, azok mellé ez kiváló társ lehet ez a kutya. Ugyanakkor olyan helyen is el van a kutya, és jól is tudja magát érezni, hogyha adott esetben a kertből nem viszik ki. Nagyon zsákmányosak, aportosak, le lehet őket mozgatni egy labdával, egy fadarabbal, és utána békéjük van, utána nyugodtan el vannak. Lakásban nagyon jól tarthatók, nem ugatósak, csöndesek, ugyanakkor jeleznek, hogyha valamit észlelnek kintről.
családban nagyon ideális, gyerekeket szeretik, jól viselkednek, viszont azért azt ők sem tűrik, hogyha a gyerekek ész nélkül húzzák fülüket, farkukat. De hát ez aztán minden kutyára jellemző. Mi az, amire oda kell figyelnünk? Tudom, hogy nekik nagyon nagy lelkük van, tehát nagyon. Nem lehet igazán úgy szigorúan fegyelmezni őket. Hát okosan kell velük bánni mindenképpen. A legfontosabb az szerintem, hogy következetesen. Én azt mondom, hogy már 2-3-4 hónapos korban el kell kezdeni megtanítani nekik azt, hogy mi az a viselkedési forma, amit semmilyen körülmények között nem mutathatnak. Ez mi? Hát ez mindenkinél más. Én például nem szeretem, hogyha lopnak az asztalról mondjuk élelmet, nem szeretem, hogyha felugrálnak, ha nyílik a kapu, ne ő legyen az első, aki kiszalad, ne pisíjen be, szobatiszta legyen, ésszel játszon, tehát tanulja azt meg, hogy nekem mi az a fogás, ami még elviselhető, és ne okozzon fájdalmat. Ezek fontos dolgok, viszont azt is tudatosítani kell bennük, hogy mi az, aminek örülünk, amit ők csinálnak, és a jutalmazással pedig bőségesen. Tehát simogatni, szeretgetni, jutalomfalatot olykor, bár arra nagyon vigyázni kell, nehogy elhízzanak, de ezek az alapvető szabályok, amit szeretem, hogyha egy kutya tud. Mindenre meg lehet őket tanítani? És hogy lehet őket megtanítani ezekre? Mindenre azt hiszem, hogy meg lehet tanítani őket, és én nem szeretem, hogyha egy kutya parancsot hajt végre, én azt szeretem, hogyha velem együtt működik, és amikor ő dolgozik, akkor én látom, hogy ő ezt örömmel csinálja. Hát vannak erre megfelelő módszerek, én azt mondom, hogy szeretettel és nagyon sok türelemmel és megfelelő motivációval mindent el lehet náluk érni. Amikor először hozzád került az első kutya, kvázi mint laikus, milyen hibákat követtél el, amit ma már biztosan nem tennél meg? Igazából én nem voltam annyira laikus, mert 22 éve vagyok igazából kutyás, tehát én 13 éves voltam, amikor már német juhász a munkavizsgát tettem, tehát számomra ez nem volt ismeretlen, és nyugodtan mondhatom, hogy szerintem nem hibáztam, tehát egy remek kutyát sikerült kihozni az első Staffordshire Bull Terrierből is, ő ma már Grand Champion. És egy 13 éves fiatal lány miért dönt úgy, hogy kimegy egy kutyaiskolába és elkezdi ezt mesterfokon űzni? Ez érdekes volt, ez úgy történt, hogy én egész kiskoromban engem óvtak a kutyáktól, harabbán nem szabad, majd pedig kaptam a nagypapámtól egy német juhászt, de csak azzal a feltétele, hogy mivel mi nem voltunk kutyásak, ezért ki kell mennem a kutyaiskolába, és mindent meg kell tanulnom, hogy a kutyával hogyan kell bánni, és hogy úgy tudjam tartani a kutyát, hogy az neki is jó legyen, ne csak nekem. És hát én ott ragadtam. Akkor lehet, hogy egy kicsit másképp nőttél, vagy másképp alakult az életed? Abszolút, abszolút. Tehát ezt igazából csak azért él, aki kutyázik. Mégis akkor ez egy hosszú folyamat volt, ameddig eljutottál ehhez a fajtához, és elkezdted tenyészteni, ugye? Igen, ez egy hosszú folyamat volt. Én ezt a kutyát korábban egyszer véletlenszerűen a Városligetben láttam meg. Akkor nagyon megtetszett, utána néztem, hogy milyen fajta is ez. Én akkor más fajtát tartottam, de bennem volt az, hogyha lesz egyszer lehetőségem arra, hogy méltó körülményeket teremtsek ezeknek a kutyáknak, akkor lesz egy ilyen kutyám, és 4 évvel ezelőtte sikerült. És hogy lett kennel belőle? Hogy lett tenyésztés? Mert ugye egy kutya az még nevet jelenti. Igen, hát tenyésztés úgy lett belőle, hogy megvettem az első kutyámat, elvittem kiállításra, sikeres volt, egyre inkább sikeres volt, aztán jött még egy kutya, aztán valahogy jöttek hozzám a kutyák folyamatosan, és utána akkor már úgy gondoltam, hogyha tényleg ilyen sikeresek, akkor csináljunk egy kennelt. Akkor végül szerencséd volt mondhatni azt, mert megkaptál egy olyan alapot, amiből könnyebb volt dolgozni? Vagy azért ez nagyon sok munka így is? Ez nagyon sok munka, az alap nem volt kifejezetten jó, hobbi célra vásároltam egyébként az első kutyámat, de én úgy láttam, hogy érdemes bele
befektetni energiát, időt, mindent, és hát hosszú munka, és nagyon kemény munka eredménye az, hogy a kutya úgy néz ki, ahogy kinéz, nagyon sokat dolgozott a kutya, úgyhogy most már igyekszem úgy választani kutyákat, hogyha veszek, hogy az alap az már tökéletes legyen, vagy legalábbis közelítsen a tökéleteshez. Meg gondolom, akkor van neked is egy ideád, amit felállítottál, amit el szeretnél érni, hogy ez milyen egy kicsit, milyen az a Szafibul, aki szerinted az igazi lesz talán. Hát nekem most is mindegyik az igazi. Egybe, ugye? Igen, hát ez nagyon nagy dolog, szóval én ennek nagyon örülök, és én ettől boldog vagyok. Mert végül is akkor mivel foglalkozol? Én kutyakiképző vagyok egyébként. Többféle kutyakiképzőt is ismerek. Tehát vannak olyanok is, akikhez csak kivisszük a kutyaiskolába, és akkor ott állnak és nézzük, hogy mit csinálunk vele. Van olyan, aki ad tanácsot is, és te azért egy másik részét űzöd ennek, tehát bentlakásos kiképzést is válasz. Ugye ez miben különbözik? Én bentlakásos kiképzést vállalok csak. Házhoz már nem tudok kijárni, mert már annyi időm nincsen, hogy még az utazással is foglalkozzak. De ez mit jelent pontosan? Ez azt jelenti, hogy a tanulási időszak alatt a kutya nálam lakik. És tulajdonképpen én főleg problémás kutyákat hoznak hozzám, főleg velük foglalkozom, amihez nagyon sok türelem kell, tehát itt az agresszivitás mint olyan nem jöhet szóba semmilyen körülmények között, mert azzal csak rosszabb lesz a kutya helyzete, még inkább kezelhetetlen lesz. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi, hogy amikor visszaviszem a kutyát, akkor a tulajdonos úgymond egy kész kutyát kap már vissza. Ez valami olyan, mint hogyha gyerekünket mondjuk elküldjük egy szakirányú nyári táborba, hogy ott megtanulja azt, amit mi nem tudunk neki otthon megtanítani? Ez pontosan olyan, igen, és ugye ott sincs jelen a szülő. Mert abban a pillanatban, hogyha ott egy nyílt napot tartanak, most mondjuk ez pici gyerekekre vonatkozik, és a szülő megjelenik, akkor a gyermek már nem úgy áll a tanítónénihez, és már, hogyha a tanítónéni valamire utasítja, akkor rögtön hajlamos a gyerek hátrafordulni, hogy anyu, ezt most kell nekem? És mit tapasztalsz? Az előítéletek azért megvannak nagyon a fajta iránt, ugye? Az előítéletek megvannak, nagyon rosszul viselik az emberek, akik ugye nem ismerik mindenféle jelzőket, használnak erre a fajtára, nem ismerik. Félnek tőlük, nem ismerik, és ezért tartom fontosnak, hogy igenis ismerje meg mindenki ezt a fajtát, mert aki egyszer ezt megismeri ténylegesen, nem csak felületesen, az nem fog tudni szabadulni tőlük. Nálad az öletbe egy hízelgő levet látunk, meg majd látják a nézők is, hogy ugrabugrált minket is, hogy fogadott, de mégis fontosnak tartod azt, és azt kell mondjam, hogy ez néhány Szafibul tenyésztőnek nem igazán tetszik szerintem, hogy a kutyáid ki legyenek képezve. Tehát ugyanolyan biztonsági funkciót is
ellássanak mellettet, hogyha bárki be akar jönni a házba, vagy netán őket akarnák ellopni, akkor tudják, hogy ilyenkor mi a dolguk, ugye? Igen, én fontosnak tartom, hogy a kutya minden szituációt ismerjen, a lehetőségekhez képest minden helyzettel ismertessük meg. Nem csak az én érdekem, hanem az ő érdeke is. Tehát túl azon, hogy a kennelsor be van riasztózva, nekem fontos az, hogy meg tudja védeni magát a kutya, és adott esetben ne tudják ellopni mondjuk egy kiállításon, vagy bárhol, ahol én éppen leteszem a kutyát. Fontos az, hogy egy kicsit meg is őrizzük az eredeti munkavonalukat? Fontos, nagyon fontos, bár erre itthon nincsen lehetőség. Tehát ugye korábban gladiátor kutyák voltak, bullbaitingre használták őket később, és patkányfogásra is. Ez azért bennük van. Tehát, pláne ugye gondolom tanácsoljuk minden gazdának, hogy tudja, milyen kutya van a kezében, ugye? Pontosan, nagyon fontos ismerni a kutyákat, és nagyon fontos, hogy kontroll alatt lehessen a kutyákat tartani. Éppen ezért ugye itt láttunk őrzővédő munkát. Az őrzővédő munkát csak akkor lehet elkezdeni, hogyha a kutya már engedelmes és kontroll alatt van. Egyébként, hogyha egy jól nyugodt családban nő fel egy ilyen típusú kutya, akkor a család boldogsága tud lenni, ugye? Szerintem örömet vásárol az, aki megvesz egy Staffordshire Bull Terriert, mert ők nagyon aranyosak, és mindig, szinte olyan a szemük, mintha mindig nevetnének. Tehát a Staffordshire Bull Terrier Bulldogból és Terrierből alakult ki, 2/3-1/3 arányban, és mindenképpen a standard, az egy kényes téma, sok vita van belőle, a lényege mindenképpen az, hogy kvadratikus felépítésű kutya. Ideális, ha nagy a feje, de hát mindig az arányok a fontosak, de szeretjük a nagyfejű kutyákat, mindenképpen a rózsafül az, aminek lennie kell. Felálló fül vagy lógófül abszolút hiba, és nem megengedett a tenyésztésben. Ollós harapásnak kell lenni, erős fangnak, tehát az arcori rész mindenképpen erős legyen, jó húsos. Ideális a széles front, párhuzamos végtagok mindenféleképpen, a farok lent hordott, csánkigér ideális esetben. Hát és tulajdonképpen nagyjából ez a lényege, de az arányok, az arány az nagyon fontos. Színek fekete, black brindle, fehér, sárga, ugye, fekete maszka, akkor a tigris csíkos, ami nem megengedett, az a fekete cser, ez a Rottweiler szín igazából, ami tenyésztésből kizárók. Választási korban vannak a kiskutyák, általában ideális esetben felnőtt korában azokat az arányokat fogja hozni. Tehát azért vannak kivételek sajnos.
mindenképpen jó, hogyha a viselkedés alapján is választunk, nem csak a küllem alapján, tehát egy nagyon visszahúzódó kutyát én magam nem hoznék el. Már kiskorban is legyen dinamikus, érdeklődést mutasson az ember felé, tehát ezek fontos dolgok. Neked az életedben? Ők nekem az életemben tulajdonképpen mindent jelentenek, tehát ők adják a jó kedvet, az erőt minden napra. Egyáltalán kiegyensúlyozott emberek szerintem azok, akik kutya környezetében élnek, és élik a mindennapjaikat, és én különösen szerencsés helyzetben vagyok, hogy tényleg a nap 24 órájában kutyák között lehetek, és hát főleg szakos és bulterjerek között.